év alatt. Élet egyik legfontosabb időszakát töltötte a csapat Veszprémben, ezt mondta Roth Kálmán, a Veszprém Barabás vezetőedzője. A tervek szerint ugyanis két sikeres év után elköltözik az együttes Moson-Magyaróvárra. Azt a tervet, amit mi annak idején elképzeltünk és meg sikerült megvalósítani, az azt gondolom, hogy a helyessége bizonyítottát vált, hiszen a két év alatt meg tudtuk őrizni NB1-es tagságunkat, az első évben kiemelkedően szerepeltünk ezzel a hetedik helyen. Kétszer a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé tudtunk kerülni, és hát emellett a játékosok egyéni fejlődését is ki lehet emelni, hiszen négyen lettek ez alatt a két év alatt ebből a keretből felnőtt válogatott kerettagok, Víg Vivi, Sacül Nadin, Planéta Simonetta és Tóth Gabi. A székhelyváltásra azért van szükség, mert a városban a jelenlegi anyagi feltételek mellett csak fenntartani tudnák a jelenlegi színvonalat, javítani nem. Így, ha a májusi közgyűlésen elfogadják a javaslatot, akkor megtörténik a székhelyváltás. 2013-14 a szezon már úgy kellett elkezdenünk, hogy a korábbi főtámogató Barabás úr kiszállt a klub támogatói közül, ezért új támogatók után kellett néznünk. Veszprémben nem találtunk új támogatókra, viszont Moson-Magyaróvár térségében igen. Moson-Magyaróvár térségében épül egy új sportcsarnok. Így adta magát, hogy Moson-Magyaróvár örömmel vállalná a kézilabda klubnak a támogatását, így hogyha a közgyűlés így dönt, akkor székhelyet fog változtatni a klub. Hogy milyen kerettel vág neki a csapat a következő szezonnak, azt még nem lehet tudni. A klubelnök azt mondta, folynak a tárgyalások több játékossal is.